Köszöntelek benneteket szeretettel, és fontos tudnivalókkal kezdeném. Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy együtt lehetünk, egy hittel, egy szívvel és egy akarattal. Köszönjük az Úrnak. A Márk evangéliumba megyünk. Márk evangélium 16. fejezet. 17-18-as igevers. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt néki. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Dicsőség Istennek! Hát, akik hisznek, jelek követik. Mert a sátán utanút félen belét köt, és utanút félen kikér a gyengeség, az idegesség által, és amikor beengedsz bizonyos dolgokat, hát bizony akkor azok erősségé válhatnak az életedbe. A dicsőséget adunk Istennek a győzelemért, és az imáinkat ugye eddig is tanultuk, hogy az Atyához intézzük, a Jézus Krisztus szent nevében. Ez az első, ami biztosítja az imáink megválaszolását. Jézus nekünk adta azt a jogot, hogy használjuk az ő nevét. Ezt a nevet kell használni, amikor az egyéni szükségletünk ér, vagy az ördöggel állunk szembe, vagy bármi, még ha valami halálosat is iszunk, vagy bárki megtámad minket, dicsőség Istennek, bárki is, bármivel is. Nincs jelentősége. Mi akkor is állunk. Nekünk állni kell. Mi nekünk meg kell állni a szélviharba. Meg kell állni minden helyzetbe és minden körülménybe. Tehát, ahogy a tengeren, mi imások, hogy a tengeren ott van az a gyönyörű, ami a tengerben hánykolódókat, az a szép torony, amiben jön a világosság időnként az eltévejedett embereknek, illetve a hajókonak, ugye, akkor ez a világító torony azt a célt szolgálja a tengeren, hogy adjon időnként impulzusokat, és hogy a fény felé, vagyis ki a part felé vigye az embereket, akik hánykolódnak, akik talán még nem érettek, akik még talán nem jutottak el a hitnek egy olyan szintjére, hogy engedik, hogy a hitben ne növekedjenek. Tehát nekem az a célom, hogy mindannyian növekedjünk. Tehát mi, nekünk imásoknak olyanná kell válni, olyanná válni, hogy azoknak, akik akár hajót töröttek, akár hánykolódnak az élet tengerébe, a habokon, ugye, és mint azok a gyönyörű a tengeren, hogy adja az a fényt, és mutassa a fényt a sötétben lévőknek, és a tengeren hánykolódóknak, és ez csodálatos. Tehát mi mondhatom, hogy olyanná kell váljunk, mint a hegyen épített város, hogy legyen bennünk só, mert ha a só megizetlen, senki nem tudja használni, se az atyánk, senki, és senkinek nincs hasznára, és nincs épülésére, dicsőség Istennek. Tehát mi épülésére szeretnénk lenni a környezetnek és mindenkinek. Tehát az imáinkat, ahogy mondtam, atyához intézzük, illetve a Jézus nevében kérjük. Tehát mennyei atyám, Jézus nevében imádkozunk hozzád. És tudjuk, hogy ördögöket üzünk, mert amikor mi elkezdünk világítani, mint a tengeren ez a világító torony, és impulzusokat ad embereknek, hát nyilván, hogy az nem tetszik sok mindenkinek, illetve hát a bajba lévőkhöz szólunk. Ez viszont nem tetszik e világ Istenének. És ez nagyon fontos. Az ő nevében ördögöket üzünk. És akár a sátán, aki belevitte a habokba, a tengerbe az embereket, a nehézségekbe, a hiányokba, a betegségbe és a nehézségbe, hát akkor nekünk a Jézus nevére engedni kell annak a szorításnak, amelyet megpróbál ránk a világ tenni. Mert tudnotok kell, hogy amikor mi hitbe vagyunk, te is és én is,
amikor hitbe lépünk, akkor jönnek a hullámok, és minket vissza akarnak vinni az ő szintjükre, vagy olyanná legyünk, mint ők. Ez pedig nem fog már menni, mert mi már kijöttünk a hullámból, mi már világítunk, olyanok vagyunk, mint a hegyen épített város. És az ördögöknek engedni kell a név által. Hát Pál apostol akár az Apcsal 16-18-ban kiűzte a jövendő mondó lánykából a gonosz szellemet. Azt mondta, parancsolom néked a Jézus nevében, hogy menj ki belőle. Ezt te megteheted a környezetedbe, a családodba, bárhol, ahol hiány üti fel a fejét, bárhol, ahol viszálykodás van, bárhol, ahol nincs egyetértés. Hát parancsoljuk a Jézus nevében, hogy tűnjön el a sátán, és menjen ki XY-ból, vagy az országban, vagy a körülményeinkbe, bárhol, ahol felüti a fejét. Azért, hogy imás, és azért kaptuk a hatalmat. Persze ezt mindenki megkapta, de nekünk hatványozottabban kell használni ezt, hogyha meglátjuk a bajt, ugye, akkor nem állunk ott összeesve, szétesve, hanem hatalmunkat gyakoroljuk, dicsőség Istennek, és megparancsoljuk a Jézus nevében, hogy most itt ebbe a percbe, órába menjen ki. És itt az Urbán Marika társunk is, nagyon régi nyájtagunk, és ugye kikezdett vele a szomszédnő. Nem is csinált semmit. Még azért is szólt, hogy miért söpör. Hát figyelj, néha a világ beléd köt, mert te hitbe vagy. Ez az igazság. És mindenben lehet hibát találni, csak keresni kell. Ebben csak az a probléma, mi látjuk szellemiek, hogy néha ki akarják venni a szálkát a te szemedből, és a gerendát pedig ugye, hát az ő szemükből nem. Tehát figyelj, vigyázz, mert ha ilyen hullámok jönnek, és az ember mérgelődik, és egyéb, akkor mérge kerül a szervezetünkbe. És az menjen ki. Nem szabad, hogy mérgezz magad. Nem szabad, hogy mi imások mérgezzük magunkat. Ez egy komoly dolog, amiről ma beszélek. A Jézus nevében mi ördögöket üzünk. Mert lehet, hogy nem voltál megpróbálva, de lehet, hogy egy óra múlva leszel. A sátán, az ellenség mindig váratlanul jön. A nem mondom, hogy alkalmas pillanatban, a legváratlanabb, alkalmatlan pillanatban. Neked egy dolgod van, velem együtt, az ő nevében van védelmünk, és nem csak, hogy betegekre vetjük a kezeinket, és meggyógyulnak, hanem amit kérünk az ő nevében. És bármi, ami a környezetedbe, a családodba, a házad népedbe, a gyerekednél, a férjednél, a feleségednél, bármi is legyen, az változásra van ítélve. Dicsőség Istennek. Mert imádkozunk valójában a keresztényeknek élő dolog, vagyis az egy hit dolog, hogy mi az élő Istenbe vetettük a bizodalmunkat, ugye? És a eredményért kell imádkoznunk. Milyen eredményért? Tehát ha betegség van, akkor Uram, a gyógyulás. Mert ugye minden már a miénk, tegnap tanítottam, és Jézus már mindent megtett, legyőzte az ördögöt. Ha legyőzte az ördögöt, akkor nekünk is le kell, ugye, hatalmat kell gyakorolni, hogy a házunkba, az országunkba, a városunkba, akár Budapesten, ugye, ne vegyen erőt, hogy ne legyen ez a karantén, és hát olyan megfélemlítő dolgokat beszélnek már a tévében. Ez a hitünkkel teljesen ellentétes. Már egész évre profétálnak, hogy nem mehetünk ki. Hát ezt elátkozzuk. Hát ez nem egy hitbeszéd, érted? Ez egy megfélemlítő beszéd. Persze nem ismerik az emberek, a világ nem ismeri a hitnek a beszédét, az előszólító hitet, ami Ábrahámnak volt, mert Ábrahámnak volt egy előszólító hite, amely előszólította akár a gyermekét, és bármit is, ugye? Ő hitt és szólt. És mi Ábrahám fiaként, Ábrahám gyermekeként a leszármazási vonalon keresztül, hát hatalmunk van, hogy ezt gyakoroljuk. A legtöbbször a sátán akkor támad meg, amikor nagy dolgok előtt állsz. Amikor te hitbe vagy,
Ez a legnagyobb adója. Amikor te hitbe vagy, akkor mindenki ellened fordul. Bizonyára ezt már megtapasztaltátok, akkor fel kell a család, fel kell a főnök, a munkahely, és egyéb. Volt olyan, hogy az egyik nyájtagunknak a munkahelyén azt mondták, mert ő soha nem panaszkodott, és kiközösítették maguk közül, mert azt mondták neki, hogy te hazudsz, te egy hazug vagy. Képzeljétek el, és úgy kellett imádkoznunk a munkahelyen megkötni az ördög erejét és munkáját, hogy álljon helyre. Mert amikor mi hitbe vagyunk, mindegy, hogy közel vagy távol való, akkor meg vagyunk támadva. Hát dicsőség Istennek, le kell győzzük. Természetesen, ha egyedül nem biztos van egy imatársad, vagy itt ez a reggeli ima, ez nagyon jó. Mert persze a sátán nem csak reggel támad éjjel és nappal, és néha csak úgy érzitek, és kik által támad? Hát néha a legszeretettebbek által, néha a főnök által támad, néha bárki által, akire vagy ugrasz, mert fáradt vagy, vagy pedig azért, mert olyan mondja neked, és olyat mond, ami szívbe vágó. Hát dicsőség Istennek, hát dicsőség az Úrnak. Hát köszönjük ezt az áldott szép napot, és hiszük, hogy a keresztény életünknek az első dolga, hogy az élő Istenhez imádkozunk, és a hitünkkel megérintsük akár Jézus szegélyét, ruhája szegélyét, és a hitünk ma meg kell állítson, és bocsáss meg, Atyám, mindenkinek, ha valami gonoszt vagy rosszat gondolt a szívében, hogy az imánk nehogy hatástalan legyen. Tehát az egy akaraton való ima, az hatalmas erő. Mikor ketten-hárman imádkoznak, akkor mindenért. Tehát Isten, ha ketten-hárman összejövünk az ő nevében, akkor megadja, amit csak kérünk. Bármit megad. Tehát kérjük a békességünket, kérjük az imakör növekedését, kérjük a fejlődését, kérjük elsősorban a te fejlődésedet és a mi fejlődésünket, hogy megálljunk az ördög ravasságával szembe. Mert megmondom, te egy hit projektbe veszel részt, és ki vagy kérve? Mert te hitet tanulsz, és hitben kezdtél el nagyon komolyan járni. És aki az Úrral jár, annak ugye mindent a javára fordít Isten. Ez is a javunkra válik, ha bármi történik. Tehát nekünk egy a dolog, hogy mozgassuk meg el a házunkból, az életünkből, a szolgálatból, mindazokat a dolgokat, mint ahogy ugye tegnap is itt volt az a zavaró szellem, nem is egy, nem is kettő. Néhányan próbálják zavarni ezt a hit imakört, és mit gondolsz miért? Ki akarja ezt zavarni? Hát e világ Istene, a sátán, ugye? De mi hatalmat és erőt veszünk ezen, dicsőség Istennek. És amikor te hitben akarsz növekedni, és kijelentést, és bölcsességet kapsz, akár a tanítás által, akkor jön e világ Istene, és ki akarja rabolni az igét belőled. Ezért sokszor mondom a gyülekezetben, hogy vigyázzatok, mert jön e világ Istene, és ne legyen bennünk semmije. De a gondolatok által benned van, hogy ezt és azt, a hitben való járás, az a szeretetben való járást is kell, hogy eredményezze. Tehát ha felgerjednek az emberek, vagy elutasítanak, vagy a munkába nem kapjátok meg, hát akkor ez nagyon komoly. Ez nagyon komoly. Tehát meg kell találjuk, hogy hol a baj. És ki kell plantálni a házunkból, az életünkből, a társadalomból, Budapestről, a gonosz tervét, a gonosz munkáját. Dicsőséget adunk Istennek. Természetesen nem vonom kétségben azt, hogy nagy a veszély. De minél többet beszélünk, annál nagyobbá fog válni. És nekünk, hitembereknek az a dolgunk, hogy ezeket a hitetlen beszédeket, hát ez hújon a földbe, és hitben szólunk. És a mi imánk nem lehet hatástalan. A hitetlenség nem ölheti meg a mi imáinkat. Tehát azt tudom csak mondani, hogy ez a bezártság az idegeket megpróbálja. Látom és hallom, hogy a családok békétlenségben vannak, és egyebek.
Hát dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak. Hálát adunk, hálát. Hálát és dicséretet. Köszönjük szépen. Tehát mindenkinek meg kell találni, hogy hol van ugye az a Achilles az életébe, és kiáltal, és hatalmat kell vennünk. Az ördög által természetesen, hisz nem test és vér ellen van a tusakodásunk. Tudnod kell, az imáról egy pár dolgot hadd szögezzek még gyorsan le. Nekünk hinni kell abban, hogy Isten akár 1000 emberen keresztül is eljut hozzánk, és a kérésünket megválaszolja. És Uram, vannak visszaesők, úgy a szolgálatba, a gyülekezetbe, a családba, mindent megígérnek neked, és aztán ugyanott folytassák, ahol abba hagyták. Dicsőség Istennek, türelmesek vagyunk, és néha ki van kérve a hosszú tűrésünk, a tűrünk olaja, dicsőség Istennek. Persze mi sem vagyunk tökéletesek, és van, amikor belefáradsz már azokba a dolgokba. De egy a dolog. Tudjátok, Isten igéje az egy élő dolog, és az meg tud minket erősíteni. És egy hit projektbe veszel részt, érted-e? És hitben húzlak fel tégedet. Ez a tisztem és feladatom. Dicsőség Istennek. Ez nem büszkeség, kevésség, azt mondtam, aki velünk tart, az nincs ellenünk, így van. Hát van, aki velünk tart, de itten bepiszkolja az imakörünket, és ezt nem engedem meg. És a gonosz kivessük magunk közül, és a neheztelőket, és a haragvókat. Tehát én csak azt tudom mondani, hogy ez az imakört megtartsuk, és a hitemet gyakorolom ebben, veletek együtt, és ennek növekedni kell, és nem visszafejlődni. És semmilyen gonosz erő, semmilyen gonosz száj, és semmi vissza nem tarthassa ezt. Tehát ne reméld, hogy valamit is megkapsz, hanem hidd, mi hitben járók vagyunk, ugye? A hit előszólító erejével kell a imaharcosoknak, az imásoknak imádkozni. Tudjátok? Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát ne reméld, hogy megkapod, hanem hidd. Akár a gyógyulás, akár a szabadulás, akár a jó munkahely, akár a fizetés, bármi is legyen. És azok, akik megingerelnek téged, azok, hát tényleg, ahogy Urán Roberts mondta, hát ez nem szabad már oda se figyelni rájuk. Persze mindenkit ki lehet hozni a béketűrésből, és ez nem jó. Tehát azt tudom mondani, hogy az ember az Ószövetségben a szíve nem tudott újjá születni, és de most új szövetségbe is azt tanította, ugye, hogy hát az örök életet hozta nekünk Jézus. Példát mutatott. Igen. És ő tanított. Tehát amit kérünk az atyától, az ő nevében megadja, hogy a mi örömünk teljes legyen. A titok az ilyenfajta imádsághoz, hogy amit csak kérünk az atyától, megadja nekünk. Hisszük, hogy megkapjuk. Amit könyörgésünkbe kérünk, az meg lesz nekünk. Kegyelemből tartattunk meg hitáltal. Dicsőség legyen Istennek. Hálát adunk. Hálát, hálát. Tudjátok, a hitünket mindig felfele kell. Tehát ne állj meg egy szinten, én azt tudom mondani, ha hitnek növekedni kell. A tegnapi alkalmon, a délután, ahogy írjátok, hogy szép volt az alkalom, dicsőség Istennek, de azt tudom mondani, hogy megállni hitben az nem jó, mert akkor megállsz a fejlődésben. És nekünk fejlődni kell, hitről hitre, mert jönnek mindig magasabb rendű démonok és újabb kihívások, és azokkal kell megállnunk, dicsőség Istennek. Tehát minden, amilyenk, Jézus már mindent bevégzett, ugye a vére kiontatott, hogy örök életünk legyen, a teste megtöretett, hogy gyógyultak lehessünk, és minden szükségünkért meghalt, minden őre méretet, minden szenvedés, minden nehézség. Tehát akkor is a ma emberének kell erről tanítani, mert ugye nem tudja, hogy ez az övé. Még ha te hallottad is ezeket a dolgokat, meg az igét ismered, akkor is azt tudom csak mondani, hogy
A te hitéletedet kell gyakorolni, te, mint imás, mert ha te egy szép imás vagy, akkor elsősorban hitünket kell gyakorolni, hogy elmozgassuk a családunkba, a társadalomba ezeket a szeleket. Mi kell kibocsássuk azokat a fényeket a sötétben ülőknek. Mi kell kibocsássuk a mindent az egész életünkbe. Persze nincs tökéletes ember, és mindenkit ki lehet hozni. Lehet, hogy megbetegíti, vagy pánikbetegé tesz a probléma, vagy azok a kihívások, amivel nap mint nap megvagytok próbálva. De akkor is a hitünket kell gyakorolni. És el kell különülnünk a rossztól. Ezt elmondom neked. Ha nem különülsz el a rossztól, bajba kerülsz. Megmondom miért. Mert erős vagy ugyan az Úrban, és erősek vagyunk, de ha nem különítjük el magunkat, a hitünket, az hitromboló hatású, ha állandóan a hitetlenséget szólják, vagy negatívan néznek, vagy megítélnek téged. Tehát azt tudom csak mondani, különülj el attól a rossztól, ez nagyon fontos. Mi bármit megkaphatunk, csak a hitünket kell gyakorolni. Minden lehetséges a hívőnek, először hinnünk kell, hogy megváltozik a légkör körülöttünk, hogy elmennek az irigység, a féltékenység, a visszájkodás, az anyagi nehézség, a betegség. A legtöbb ember először szeretné megkapni, és utána hinni. Nem. Mint a szeretetet előbb akar kapni, és hogy minden úgy alakuljon, ahogy ő neki legyen. Néha az ember kér egy pici szeretet, valami lépést, és hát azon is ki lehet, egy fogkefén ki lehet robbantani egy viszálykodást, vagy egy munkahelyi problémát. Tudok olyanokról is, hogy volt egy kedves kereszténytársunk, és a munkahelyén mindig őt piszkálták, hogy ő mondja meg jól a pásztornak, nem a pásztornak, a munkahelyi vezetőnek a dolgát, vagyis jó szóljon oda. Mi történt? A végén ő jött el, és belebetegedett. Értitek? Tehát itten nekünk vigyázni kell. Minden lehetséges a hívőnek. Először hinnünk kell a szabadulást. Tehát akár a munkahelyeden is a hatalmadat kell gyakorolni. Órákat imádkozni, mielőtt bemész, legalább egy órát. Mielőtt bemész a munkahelyedre, megtörni az ördög munkáját, megtörni ezt, megtörni azt, mert tudjátok, a hosszú tűrésben is el lehet fáradni, állandóan piszkálnak és nyomasztanak. Ez ma nagyon egy gyakorlatias dolog, és nagyon élő és húsba vágó, mert lehet, hogy most nincs, de lehet, hogy lesz holnap. Tehát köszönjük Istennek, a test néha jelez fájdalmat, és a legtöbb ember csak akkor hiszi el, ha javul a fizikai fájdalma, vagy ha már megkapta a pénzt. Nekünk már előtte hinni kell, hogy megkaptuk a gyógyulást, hogy bejött a pénz, hogy minden akadály elhárult. Tehát ne add fel, ez az igazság. Ne add fel egyáltalán. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak. Hálát adunk. Hálát, hálát. Tehát... Jézus is azt tanítja, először hiszünk, és utána kapjuk. Néha gyorsan feladják az emberek, mert mindjárt nem kapták meg. Neked hinni kell, az a tiéd, minden a miénk. Mert vannak visszaesők, akik nem akarnak változni. És tudjátok, nincs az az Isten, aki megváltoztasson embereket, ha ők nem akarnak. Ha állandóan visszaeső, hát figyelj, még a visszaeső bűnösöket, még a bíróság is elég szépen elítéli. Isten pedig hát az ő hitüket és imájukat nem tudja meghallgatni. Mert mindig visszamennek oda, ahonnan jöttek. Pedig már rég kijöttek onnan. Érted? Fontos, amikor mi imádkozunk, hogy megbocsássunk. Mindenkinek meg kell bocsájtani, különben az imáink nem ér semmit. Nem tudunk hitetlenségben, nem lehet a szívünkbe keserűség, bosszú, harag, gyűlölködés. Tudjátok, a legjobb emberből is ki lehet hozni a legrosszabbat. Érted? Úgyhogy nagyon kell vigyáznunk, amikor az emberek nincsenek hitben, főleg a keresztények. Persze nem vagyunk felelősek a másik ember életéért, mindannyian a saját magunk életéért vagyunk felelősek, és ami a másik ember, és ez a legfontosabb,
hogy amikor te imádkozol, sőt, a ima óra előtt lehet, hogy éppen ki vagy kérve, vagy kapsz egy rossz hírt, vagy kapsz egy csekket, vagy bármi olyat, vagy úgy kelsz fel, vagy jön egy tünet, akkor, és vagy a másik megkorhol, vagy bármit csinál. Az, ami a másik ember szívében van, az téged és engem nem akadályozhat. Muszáj megállnod, neked a belső emberre kell figyelni, szellemre kell figyelni. Ha akarod, hogy az imád hatásos legyen, és ez nálam mindenkinél így működik, ha akarjuk, hogy az imánk hatásos legyen, akkor a keserűségnek, a haragnak még a gyökerét se enged be, és a bosszú szikráját se. Ha Isten szellemére hagyatkozol az ima életedbe, a Szent Szellem megsegít. És az Efézus 6.18 szerint tudunk minden imádsággal és könyörgéssel imádkozni. Sokfajta imádság van, mindenkinek szüksége van az imára, az ima helyét semmi nem tudja pótolni. És nekünk nagyon fontos, hogy tudjunk imádkozni. Nagyon kevés ima van az egész világon. Ha mindenki imádkozna az egész világon, a koronavírus már rég pápát intettünk volna neki. De helyett inkább az emberek csak sopánkodnak. Tehát a Szent Szellem segít az ima életünkbe, és vannak dolgok az életünkbe, amikor nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk. Ugye, hát akkor bizony el kell foglalnunk a közben járó imádságba a helyet. Nem tudunk helyette enni, tenni, gondolkodni és imádkozni. Ezt senki helyett nem tudsz, de tudsz neki segíteni, hogy elesett felálljon a családod, a lányod, a fiad, hogy ne legyen kétségben, ne legyen hitetlenségben. Tehát ilyenkor elfoglaljuk a helyét egy másik személynek vagy országnak, és akkor közben járunk azokért a dolgokért, hogy megvalósuljon, akár mondhatnám a 1040-es ablakot, ahol tele van istentelen, tehát nem hívő emberekkel. Ők is értékesek Istennek, Jézus őrtük is meghalt, de világ Istene megvakította őket. Tehát ilyenkor elfoglaljuk a helyünket, és közben járunk a népekért, a nemzetekért. De első és legfontosabb, hogy a családodban, a te hit életedben békesség legyen. Mert hogy tudnánk imádkozni a népekért, a nemzetekért, ha a házban nem jó van, érted? Nehézség van. Én azért mondom, hogy mindig minden veled kezdődik. Tehát tanulnod kell veled és a házadba. Ki kell űzni az ördögöt a házból. Nincs mese. El kell mennie. A meghintés vérét kérjük, a vér erejét, a gonosz erők ellen. Ugye mi józanok vagyunk, az ellenségünk, az ördög, különösen imakör előtt, bizonyára gondoltátok, vagy most már imádkozunk elég régóta, hogy néha vannak kísértéseid, mielőtt jössz imádkozni, ugye? Kapsz egy rossz hírt, vagy nem úgy viselkedne, vagy nem adják oda a telefont, vagy bármi, hogy nézed, tehát nagyon fontos. Épülünk a szentség és hitünkben, és köszönjük. Ez egy nagy épülés mindenkinek, dicsőség Istennek. Halleluja. Szellemileg épüljünk fel. Ez egy csodálatos kegyelem az imádság, és szellemi épülést hoz. És segít, főleg a nyelvek imája is, ugye, és segít olyannókért közben járni, amit nem is tudjuk, hogy hogyan kéne. És a Szent Szellem mindig segít nekünk. Tehát nagyon fontos az imádság. Bemegyünk most az imaszobánkba. Ez egy ünnepélyes cselekedet. És drága Úr Jézus Krisztus, hálát adunk és dicséretet. Hálát és dicséretet. Bemegyünk a belső szobánkba. Hálát adunk, Uram, és imádkozunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus. Ma dicséretet zengedezünk, dicséretet szánunk. Hálát adunk. Hálát, ma alárendeljük magunkat a te akaratodnak, Uram, hídben és szeretetben. Dicsőség legyen az Úrnak. Dicsőség, dicsőség, dicsőség. Ha hídben kérjük, meg lesz minden nekünk. Atyám, imádkozunk és dicsőítünk téged. Áldunk téged. Először is, Uram, a sátánt kivetjük az életünkből, az országunkból. Magasztaljuk a Szent Vért. Magasztaljuk és dicsérjük, és dicsőítsük. Köszönöm neked, Úr Jézus. Hozz nekünk békességet. Uram, imádságba kezdünk és megbocsájtunk.
János 1.9 alapján mindazoknak, akik vétkeztek ellenünk. Drága Úr Jézus Krisztus, nékünk is megbocsájtassék. Hálát adok és dicséretet. Kivessük magunk közül a gonoszt, Uram. A gonosz tervét, a gonosznak minden munkáját. Atyám, imádunk és dicsérünk téged. Köszönjük neked, drága Úr Jézus Krisztus. Dicséret és hálaadás legyen. Felemeljük a hangunkat, Uram. Hálát adok, hálát. Felemeljük a szívünket. Dicsőség legyen neked, Uram. Dicsőség, dicsőség, dicsőség. Hála legyen Istennek, Uram. Köszönjük ennek az ima összejövetelnek az a célja. Egyrészt, hogy növekedjünk és megtanuljunk jól imádkozni. Hálát adunk. Szent Szellem, szállj le ránk. Legyünk érzékenyé, drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük a meghintés vérét. Hálát adunk, és az országunkat, és a népeket, és a nemzeteket. Na, dicséretet zengedhezünk, dicséretet szánunk, Uram. A Máté 18:18 alapján köszönjük szépen, le van állítva a gonosz minden munkája, minden zavaró szellem, amely rontja a kapcsolatokat, amely rontja a pénzügyi helyzetet, amely rontja a bármi, ami a hitéletünket akadályozza. Minden szakadó szellem meg van kötve. Stop neked! Ki innen, sátán! Ki az életetekből, ki az életünkből, ki az imakörből, ki a házasságunkból, ki a családunkból, ki a gyermekeinktől, ki a kisunokáktól, ki a szolgálatból, ki a gyülekezet minden tagjáról. Drága Úr Jézus Krisztus, hálát adok, hálát és dicséretet. Meg van kötve az ördög minden munkája az országunkban, a népünkben, a nemzetünkben, Budapesten, és itt a környékén megkötöm az ördög minden erejét és munkáját. A pénzügyeink felett, a munkánk, a szolgálat felett uralkodásra vagyunk elhívva. Az angyalokat, a szolgáló szellemeket, Uram, eloldjuk a Máté 18:18 alapján, és minden gonosz befolyásnak mennie kell az életünkben, a szolgálatunkban, a családunkban, minden szakadó szellem, minden, ami kikér minket nap, mint nap, minden, amivel meg vagy próbálva. Jézusi Levél 6. fejezet, 10-es igéje azt mondja, hogy legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Minden megkötözettséget, minden vesztességet megkötünk, anyagi vesztességet, az egészség vesztességét, a boldogság vesztességét, és mindent, ami csak az életetekben van. A nélkülözés, a szegénység, a hiány, a boldogság, a békesség, a szeretet. Minden akadály, ami a hiánnyal kapcsolatos, le van állítva, meg van kötve. Minden mentális befolyás és kihordás el van utasítva, ma elutasítjuk. Nem kell ezzel ordítozni, mi hitemberek vagyunk, mi elrendeljük, és az megvan nekünk. Dicsőség Istennek. Tehát minden hiány ki az utunkból, az egészség hiány elsősorban, mert a lét a tét. Szükségünk van az egészségre, szükségünk van az áldásra, és ma dicsőséget adunk az Úr Jézus Krisztusnak. Dicsőség legyen, dicsőség legyen. Hálát adok, hálát és dicsérete. Dicsőség az Úrnak. Köszönjük, köszönjük, köszönjük szépen. Halleluja, 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 halleluja. Köszönjük Jézus, hogy mindenre van erőtök, hogy mindenre van időnk, hogy mindenre van anyagiak, hogy egészség van az életünkben, és békesség. A békesség Istene rontsa meg a sátánt a lábunk alatt, mindegyikünknek, a családunk alatt, a gyülekezetnek. A betegség, a veszteség szelleme ki van utasítva, meg van kötve. A félelem szelleme, az aggodalom, a felejtés, az öregedés szelleme. Dicsőség Istennek. Hála és dicséret. Hála és dicséret.
Sátán akarata törjön meg az életedbe, az életünkbe, a családunk életébe, a gyülekezet életébe. Üdvösség hirdető egyházra áldást kérek, és köszönjük, Uram, nyugalmat kérünk minden kihívásból. Az oldáskötés imája alapján növekedést, fejlődést kérek, teljes helyreállítást, és megáldjuk, Uram, a föld minden pásztorát, minden imaharcosát, akik hitpróbában vannak, nehézségben vannak. Köszönjük, drága mennyei atyám, minden támadást visszaverünk, minden, ami jött Magyarországra, Budapestre, a földgolyóra, Európára, Ázsiára, Afrikára, Amerikára. Tudj, Isten elhív, kiválaszt minket, téged is, engem is, a hit gyakorlására, és azt szeretné, hogy megállj az ördög minden ravasságával szembe. És meg kell ma erősödnöd, érted? Ma el kell kezdődjön az életünkbe valami, hogy a sátánt elutasítsuk, ami akadályozza a hitéletünket, az anyagiakat, a gyógyulásunkat, a szabadulásunkat, legyél résen, és a bölcsesség kijelentés szellemét, hogy alkalmatlan személyektől menjél távol, hogy ne nyisd ki magadat olyan dolgoknak, ami neked gonosz csinál. Tehát kiutasítjuk ma a hiányt, a megkisebbedés szellemét, a becsapás szellemét minden utunkból. Néha a legjobban azok tudnak becsapni, ugye itt többötöknek van ilyen példája, hogy a család, közvetlen család, akár kirabol, és a Szentírás azt mondja, hogy néha a családunk a legnagyobb ellenségünk. Szeretjük őket, szó sincs róla, hogy ne. Tehát dicsőséget adunk ma, hogy kiutasítjuk a házunkból, az életünkből. Mi védelmet kérünk a balesetek ellen, a nehézségek ellen, a betegségek ellen. Az Úr az oltalmunk, a felségest választottuk hajlékunká. Nem illett a veszedelem, csapás nem közeleg a sátorunkhoz. Megtértjük a betörést, a kirohanást, a kiáltozást, a viszálykodást, a nehézségeket. Veszünk a vérből, a bárány véréből. A tolvaj nem egyébként jön, lopjon, öljön és pusztítson. Jézus azért jött, hogy életünk legyen. Ma arra tanítalak téged, hogy erősödj az Úrban. És minden imádság a könyörgéssel imádkozunk, de a hatalmadat kell gyakorolni. Tudjátok, a hatalom gyakorlás az egy külön dolog, hogy az imáink, hát ne hűsítsa meg a sátán. Mert a sátán azon van, hogy félelembe légy, hogy aggodalomba, hogy kétségbe, hogy ne légy hitben. És akkor hogy tudsz imádkozni? Csak hitben lehet imádkozni. Ezek a dolgok, a testi dolgok, a látható dolgok mind Istentől elválasztanak minket. Tehát nekünk ez a lényeges. Úgyhogy ma békességet kérünk, ma áldást kérünk, menjen el az életekből a félelem szelleme, a aggodalom szelleme, a felejtés, az öregedés szelleme. Isten helyreállításába helyezünk, Uram, mindannyiunkat, a sátán akarata törjön meg az életünkben, erősek vagyunk az Úrban és az ő hatalmas erejében, és felöltjük a fegyverzetet, és ma minden imádsággal és könyörgéssel imádkozunk. Tehát nyugalmat kérünk minden kihívásból, és az oldáskötés imája alapján megoldjuk az angyalokat, a sátán munkáját pedig leállítjuk az életünkbe, a családunkba és a körülményeinkbe. Tehát teljes helyreállítás kérek. A gonosz szellemek tolvajkodását leállítsuk, és áttörés kell jöjjön, és az akadályoknak el kell távozni, mert a fény a miénk. És minden kísértés, korlátozás. Tudjátok, a sátán mindig a szeretet útunkat próbálja meg. Ezért ma ilyen sláportokba fogok imádkozni, és egy akarattal legyetek velem, hogy egyrészt akkor valóban így van, hogy ma a gyerekek életében, több gyülekezeti tagunk életében vannak érettségizők, és hogy hát az érettségik jól sikerüljenek a gyerekeknek. Ez nekik létfontosságú a tovább lépéshez, és az egész életük köz, főleg akik tovább akarnak tanulni, de mindenki, hogy le tudjon érettségizni. Hálát adok, hálát és dicséretet, hálával, hálával és dicsérettel áldozunk, Uram. Köszönjük. Minden kihívás a gyerekeknek, a legkönnyebb legyen ez az írásbeli érettségé, és semmit el nem kaphatnak. Elátkozzuk a koronavírust, a gonosz tervét, a gonosz munkáját, és egyikünk sem
te se, és én se. Hálát adunk, és dicséretet. Köszönjük, Uram, a sikert és az áldást a gyermekeinknek. Tisztelte okosabbak, minden akadály háruljon el az ő útjukból. Köszönjük, hogy tisztelte okosabbak az érettségizők, de a gyermekeink is, a kicsinyeink, a nagyjaink, hogy jól boldoguljanak az életbe. Köszönjük a lányainkat, a fiainkat, és mi magunknak is, drága Úr Jézus Krisztus, a dicsőséget adok. Dicsőséget, dicsőséget, dicsőséget és hálát. Köszönjük az érettségizőket. Köszönjük, Uram, hogy a koronavírusosok, leállítjuk a halál szellemét a kórházba, akik vannak a gépekről, Uram, hogy egyszerűen szűnjön meg, szűnjön meg. Tegnap kaptam egy levelet valakitől, hogy én ne rendeljem el, hogy álljon le a vírus, hogy én másokat megtévesztek. Dicsőség Istennek. Én a hitet gyakorolom. És hát ez nincs köze senkinek. Én akkor is leállítom ezt a hiszentséges hitemmel, hogy halljon meg a vírus, hújjon a földbe. És mi történhet? Az én hitem itt van. És ha többen imádkozunk, akkor többeknek ott lesz a hite. És a végén csak fog sikerülni. Dicsőség Istennek. Hát még a világ is azt mondja, sok lúd disznót győz. Hát ha hagyjuk, hogy minden folyjon az ő akarata szerint, kint a világban sátán van, és az ő akarata kell. Ő azt akarja, hogy mindenben vesztesek legyünk. Dicsőség Istennek. Nem, mi nem leszünk vesztesek. Mi győztesek vagyunk. Mi nem hagyjuk el a győztes pozícióját. És igenis elrendeljük a Jób 22-28 alapján, mert az ige alapján imádkozom, hogy igenis annak a vírusnak meg kell halnia, a földbe kell hullnia, el kell tűnnie, el kell, Uram. És persze vannak mögötte nagyon nagy erőfeszítések az orvosoktól, a tudósoktól, a nővérektől, a takarítóktól, mindenki, aki ezért tesz. És nekünk is megvan a maga erőfeszítés, mert otthon vagyunk, nem hordozunk szana szét, nem fertőzünk senkit sem. Mindenki megteszi a magáét, de igenis kell uralkodnunk rajta azon a problémán, hogy halljon meg az a vírus, és tűnjön el, mert sok ember életét akadályozza, a népeket, a nemzeteket akadályoz. Tönkrementek a vendéglátósok, a kultúra, a színészeink, hát borzasztó, hogy mi, ugye, mi van az országban, és hát teljesen a turizmus megszűnt. Tehát a gazdasági válság, ami van, ez minden begyűrűzik, és minden ugye akár megdrágul, és nézzétek meg, hát olyan drágaság van a közértekben, akik nem gyakorolják a hatalmukat, akkor mi azért ítéletet fogunk odafönt kapni. Mert mi láttuk ezt, láttuk, és nekünk van hatalmunk, Szent vért hívjuk bizonyságul, a meghintés vérét, hisz Mózesék is, amikor meghintették az ajtó félfát és a szemöldökfát, a pusztító nem mehetett be. Meg kell erősödnünk együttesen, és te önmagadban is leállítjuk a vírus terjedését. Köszönjük, Uram, felszabadítjuk a városainkat, felszabadítjuk az országunkat, Budapestet felszabadítjuk, Fehér megyét, Pest megyét, ahol egy komoly karantén van. Felszabadítjuk, Uram, és a vírusnak le kell állnia, és nem fertőzhet, és immunissá válunk rá, mindenki immunissá, és lepattan rólunk a Názáret Jézus szent nevébe, lepattan rólunk a Názáret Jézus nevébe, és ellenállunk, és megerősödünk az Úrban és az ő hatalmas erejébe, és megkötjük a betegség szellemét, a gonosz tervét, nem csak a koronavírusosok felett, az imakör felett, a családunk felett, mi magunk felett, ha bármi tüneted lenne a testedbe, a fejed tetejét, a lábad ujjáig, elrendeljük a gyógyulást. Most nem a gyógyító kenetről beszélek, nem. Arról beszélek, hogy te magad elrendelheted az ige alapján. És hát azért csináltam ezeket a könyveket, és ugye itt vannak a gyógyulásról a könyvek, itt van az áldásról, itt van a anyagiakról, akár a jelenvonásokról, az imádság minden napra, itt van a munkára, előszólítjuk a legjobb munkákat a családunknak, az életünkbe, a gyülekezetünknek, és mindenkinek, akinek csak erre szüksége van, hogy a legjobb munkát kapja meg. És hát rengeteg tanítás van, illetve példabeszéd van,
a tárházba, a gyönyörű igébe, hogy ő viselte a betegségeinket, a fájdalmainkat. Lehet, hogy azonnal nem tudod elfogadni, de a hitben való növekedés ezt fogja hozni. Dicsőség alapján, vagy dicsőség Istennek, hogy az ige alapján betegségeinket ő viselte, a fájdalmainkat ő hordozta, és ugye azt hittük, hogy ostoroztatik, veretetik, kínoztatik Istentől. Tehát Ézaiás 53:4-5, vagy a Máté 8:17, vagy 1 Péter 2:24, aki testében a mi bűneinket felvitte a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk. Tudjátok, addig mondtam, addig nem tudtam másokért imádkozni, amíg én nem voltam szabad a szörnyű betegségektől. És 3 hónap után az első gyógyulás jött. 1 éven belül pedig mindenben megkaptam a gyógyulást. Vissza akarta a sátán tenni, de kijelentettem, hogy nem, ezt én nem fogadom el. Jézus vette magára, Jézus már megvesszőzték a testét, megtörték, és ugye megbocsájtotta Jézus minden bűnünket, meggyógyította minden betegségedet. Hát hálát adunk Istennek. Tehát gyógyulás, szabadulás jöjjön. Amikor az emberek betegek, akkor általában félelembe és kétségbe esnek, és Isten nem a félelem szellemét adta, az erő, a szeretet, a józanság szellemét. Köszönjük Istennek, köszönjük a meghintés vérét kérjük, és Isten minden oltalmát kérjük a Zsoltárok 91-es igéje alapján, ugye a felséges rejtekében lakozunk, a mindenható árnyékában nyugszunk, oda helyezzük be a gyerekeinket, a családunkat. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, és bölcsesség által építetik a ház, bölcsességet kérünk, Uram, és megőrizzük az egységünket. Nagyon fontos, hogy egységbe legyél a gyerekeiddel, a családoddal, a környezeteddel. Tehát elkötelezzük magunkat, hogy kincsként kéne őrizni mindazt, amink van, a hitünk, a szeretetünk, az egységünk, tehát a kapcsolatokba, a Jézus szent nevében. Néha az embereknek olyan irreális elvárásaik vannak a másikkal szembe. Mert nem tökéletes senki sem. Tehát köszönjük Istennek a teljes gyógyulásodat, a szabadulásodat, a szeretet uralja az egységünket, a szeretet uralja a házasságot, a gyülekezeteinket, titeket, a gyermekeiteket, vigasztaljuk egymást, ahogy kitartunk egymás mellett, és kikitársát segít, és mondja, hogy légy erős, menjenek el a rossz gondolatok, hisz minden a fejbe kezdődik, vigyázzatok, hogy mit engedtek be a fejetekbe, hogy miről gondolkodtok nap, mint nap, mert nagy pusztítást tud a sátán végezni az érzéseid által. Megrontsa a szolgálatodat, a házasságodat, a kapcsolatodat, és mindenedet. Tehát Jézusra tekintünk, és ragaszkodunk az ő szavához, és az ő igéjéhez, és minden kísértés mögött a sátánál. Tehát kérjük a vérvédelmét. A meghintés vérét kérjük a mai napon. Mindenre nem hiúsulhat meg, akár az érettségi, a gyógyulás jöjjön. És igenis a halál hiúsuljon meg, a betegség hiúsuljon meg, az anyagi nehézség hiúsuljon meg, minden áldatlan állapot, bármi, ami most az életedet gyötri. Semmi nem hiúsulhat meg. Alázattal, tisztelettel járunk a trón elé. És a sátán behozta az átkot, a hiányt, a szegénységet, a megszégyenítést, a gyűlölködést, a meghiúsulást. Ága mennyei atyám, irítség, féltékenység, ez a testből indul ki. Mindent nem tudunk ám a sátánra fogni. Mert akár az irítség, a féltékenység, az testi, képzeljétek el, az a testből indul ki. Tehát a természetből, az emberi természetből. De nekünk ezen uralkodni kell. Tehát bárkit, akit megkísért, bármi is, tudnod kell, hogy bármi áll mögötte, akár a te tested, és ott van a Galata 5-ben a testnek a cselekedetei. Nagyon sok minden tartozik ide, akár a visszáj, akár nagyon sok minden, a felemásigák, a paráznasság, és nagyon-nagyon sok minden. Tehát a teljesség igénye nélkül. Tehát ahogy mondtam neked, a sátán lop és pusztít, és a testen keresztül, az érzelmeinken keresztül, a láthatókon keresztül próbálja ellopni Istennek az áldását. Ezért
meg akarja hiúsítani, és ki akar téged rabolni, hogy féljél, hogy aggódjál. Tehát a félelem is ugye a sátánnak egy nagy, nagy adója, és megpróbál téged kétségbe, félelembe megállítani. A félelem mindig megállít a hit útján minket, mindegyikünket. Tehát itt van a Galata 5:19-től. A test cselekedetei nyilvánvalók, házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedése, nézzétek meg, versengése, gyűlölködése, harag, patvarkodások, pártütések, visszavonások, irítségek, ez a test, gyilkosságok, részegsége, tobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom, miképpen már azelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. A Szegedi Csillagbörtönben is szolgáltam rablógyilkosok felé. És volt, aki ott újjászületett, és nem érezte magát bűnösnek. De azt jelenti, hogy Isten megbocsájtott neki az újjászületés által. Természetesen a földi törvényeket be kellett neki tölteni, és le kellett töltse azt az életfolytiglant, amit kapott, ugye? De ez azt jelenti, hogy Isten országának örökösei nem lesznek. Tehát nem tudod örökölni akár varázslás, akár ellenségeskedés, versengés, harag, patvarkodás, gyűlölködés. Hát ezzel szembenézünk nap, mint nap a munkahelyünkön, a társadalom minden szférájában. És ezért mi áldottak vagyunk, mert nekünk egy magasabb rendű utunk van. Most sátán nem egyébért jön, lopjon, jöjjön és pusztítson. Először lop. Aztán meg akarja ölni a hitedet, és végül el akar pusztítani téged. Ezt nem szabad megengednünk. Egyikünknek se. Tehát mi többek vagyunk, mint győztesek. A meghiúsulás átkát megtörjük a pénzügyeitek felett. Minden, amiből kiraboltak titeket, minket, a családunkat, a gyerekeinket, minden mínusz plusszá váljon. Kérjük az ellátását a szeretteinek, akik itt kértétek, és van más is a családban is, akitől szintén 100 000 kiraboltak. Annak helyreállításnak kell jönni. Teljes helyreállítást kérünk az anyagiakban, minden halogatott reménységben, és mindegyik őtöknek. Jézus szent nevében köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te megváltottál minket a törvény átkától, és te lettél átokká érettünk azért, hogy Ábrám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Kik a pogányok, a nem zsidók? Persze az új szövetségben már nincs zsidó, nincs görög, nincs férfi, nincs nő. Tehát a megváltás örömét köszönjük, és a Jézus vérében ma elordjuk magunkat a csapásoktól, a nehézségtől, a környezetből, a gyengeségből, mi áldottak vagyunk, mi előmegyünk, és a sátán ezt akarja, látod? A sátán azt akarja, hogy ne menj elő, hogy ne légy áldott. A sátán mindig az ellenkezőjét akarja, amit Isten akar. Ezt kell a mi imáinkkal széttépni ezeket a láncokat, és megkötni a gonosz tervét, a gonosz munkáját, az elutasítottság szellemét, a szegénység szellemét, a megszégyenítés szellemét, a vádló szellemet, a kárhoztató szellemet, de a sátán állandóan kárhoztat téged és engem. Ezért ma megkötjük a zavartság szellemét a családba, a környezetbe, a munkahelyen, a lopás szellemét megkötjük, a gonosz tervét, helyreállítást kérünk, az anyagiakba helyreállítást a testbe, és köszönjük a gyógyulásokat, a szabadulásokat a Jézus Krisztus szent nevébe. Köszönjük, hogy áldottak vagyunk, hogy fent vagyunk, és az elutasítás szellemét, a megkiúsulás szellemét, a veszteség szellemét megkötjük, a keserűség szellemét megkötjük, a pusztítás, a félelem szellemét. Természetesen mi hitben vagyunk, szeretetben vagyunk, és a Szentvér megvéd minket, dicsőség az Istennek. A szeretet tud megvédni, és nekünk továbbra is világítani kell, és gyógyulást szólni, és a félelem és az aggodalom menjen el. Dicsőség Istennek, hálát adom. Az ellenség gonosz munkáját ma megtörjük. Ma védelem és oltalom legyen rajtunk, a házunkon, az életünkön, és váljunk szabaddá minden kárhoztató démontól. És Uram, te vagy a rejtekünk, te vagy a szabadítom. Védelem legyen, védelem, Uram, józanok vagy.
vagyunk, vigyázzunk, mert az, és hozzánk jön a pénz, a bőség, az áldás. Köszönjük, Uram, megkötjük ma az életünk, a sorsunk felett, a gonosz befolyását, és minden kudarc csodává váljon, új idők jönnek, a régiek ingyen sem említetnek. A meghintés vérét kérjük a rátok, a családunkra, a gyerekeinkre, a szolgálatra. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked. Erő van a Jézus vérében, minden harag neheztel is, hagyj el a házunkat, az életünket, minden nyomás és minden csapás a ti életeteket, a gyógyulást vegyétek el, az áldást vegyétek el a Jézus szent nevében. Igen, az Úr velünk, de ki lehet ellenünk, de akkor azt mondja az Úr, mindent elvégezvén megálljatok. Mi lehet, hogy mindent elvégzünk, és meg kell állni, de lehet, hogy a körülöttünk lévők nem. Ők nem álltak meg, akármivel, a támadással, a lopással, a nehézséggel. Neked meg kell állni minden időben, és nekem is, és mindannyiunknak. Ma ezt tanítom neked, minden helyzetben és minden körülményben. Tehát a Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére. A meghintés vérét kérjük, Uram. Nem illetheti a gonosz az életünket. A vér győzelem minden megpróbáltatás felett. És a vér ma szólaljon meg a házunkba. Ki a gonosz? Kivetjük a gonosz magunk közül. Nincs helye az életünkbe. A rossz dolgoknak el kell mennie, hulljon a földbe. A koronavírusnak a földbe kell hullani. Több embert nem pusztíthat. Az egész társadalomba követeljük az üdvösségeket, még több üdvösség szülessen, még több ember térjen az Úr Jézus Krisztushoz. Elfogadják Jézust Úrnak és megváltónak. Hát köszönjük, köszönjük, Uram, a Jézus szent nevében. Hálát adom, hálát, 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 Uram, igen. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, ami gyarapodó és hitelteljes életünket. Pereld le a perünket, és vigyél győzelemre minket, a családunkat, az anyagiakba, az egész országot, Uram. Felszabadítjuk, Uram, az egész országunkat most már ettől a gazdasági nehézségtől, a hatalmas áremelésektől, a kilátástalanságtól, a sátán pusztításától. Itt az idő, hogy kiálljunk mi imások, és megdorgáljuk a sátán munkáját, és a harcos angyalokat kirendeljük. Igaz bírom, közvejárunk, szószólom a vádlóval szemben, aki vádol minket, aki a gonosz kiszórta az egész világra. No, tanúbizonyságul hívjuk a bárány vérét, ahogy Mózes, a új szövetség egy jobb szövetség, és Jézus vére jobbat beszél, mint Ábel vére, és a vért kérjük a családunkra, az ügyünkre, a mi életünkre, a Jézus szent nevébe, és a vér védelmezze meg az ügyünket. Köszönjük, Uram, hozzád folyamodunk ma, és Uram, el kell menni ennek a tüneteknek, a betegségeknek, a halálnak, a hörgésnek, az anyagi nehézségnek, a visszájkodásnak, a csapásoknak, a visszatartó erőknek, a Jézus szent nevébe. Hálát adom ma, hálát egy akarattal, nekünk egy dolgunk, hogy világítsunk. Mi nem lehetünk ízetlen sók, mert akkor, Uram, megromlottunk, nem tudunk másokat meg életre kelteni. A só az mindig életre kell, megtart, a só ízt ad, legyen bennünk íz, mert különben ízetlen vagyunk, kidobják a szemétre, semmire nem lehet használni a Jézus szent nevébe, és térjen meg mindenki, térjenek meg a népek, a nemzetek, térjen meg az egész föld, és köszönjük, hálával áldozunk a vér megtisztító, oltalmazó, életet adó erejére az életünkbe, és Uram, igen, a test cselekedete. Vannak, akik sajnos voltak ki a gyülekezetünkben, annyira gyenge volt, hogy italos volt, és többször vérzés kapott, májvérzés, és könyörögtünk. Többször kimentette őt az Úr ebből, kórházba bementünk, kijött belőle, és sajnos csak újra és újra a pohárhoz nyúlt. Hát adj erőd, drága mennyei atyám, neked adjuk egy Tamás nevezető férfit, Uram, aki régóta küzd, megkeseríti a családját, a házanépét, szó szerint tönkreteszi szinte a családját az italozás által, és nem egy ilyen van, sok van ilyen az egész országunkban, hisz az ital tönkreteszi, még hogy csak egy kupicával iszik, már nem a teljes értelem van rajta. Hát köszönjük, Úr Jézus Krisztus, megtörjük az italozás szellemét, odaadjuk
vagyok, Uram. Valamint mi nem tudunk segíteni. Visszaesők vannak hosszú idők óta. Odaadjuk a kezedbe, Uram, a Jézus szent nevébe. Adj nekünk bölcsességet abban, hogy amit mi nem tudunk megváltoztatni, és van ilyen a gyülekezetben, a családunkban, az életünkben, a társadalomban, valamit mi nem tudunk megváltoztatni, mert szabad akarat van. Kérlek, változtass meg. A szent vér védelme borítsa be az életünket. Hálásak vagyunk a Jézus véréért, hogy közösségben lehetünk vele, hálánk és dicséretünk, és Uram, hintünk a szent vérből, a szellemünkre, lelkünkre, testünkre, az ajtó félfára, a szemöldök fára, és a gonosz nem jöhet be a házunkba, az életünkbe. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, áldottak vagyunk, áldottak Krisztusban. Köszönjük a győzelmet, hogy uralkodunk az életben, az egy Jézus Krisztus által. Helyreállítást kérek az anyagiakba, a szabadulást, a gyógyulást kérjük, áldást kérünk, és helyreállítást a társadalom minden szférájába, akik ma el vannak keseredve, Uram, a kórházi ágyba is el vannak keseredve, az orvosok is teljes erőfeszítésben dolgoznak, de rengetegen most elvesztették a munkájukat, és várnak, Uram, és köszönjük, felszabadítjuk az országunkat, a népeket, a nemzeteket a vírustól, felszabadítjuk a gazdasági válságtól, a gonosztól, hálát adunk, Uram, minden visszatartó erőnek el kell menni, Sátán el kell engedni a gyülekezetünk életét, a te életedet, a mi életünket, a családunkat, a férjeinket, a feleségeinket, a Jézus szent vérét meghúzzuk, a szeplőtelen vért, Uram. Nem érintheted ezeket a területeket, lábadat erre a területre nem teheted. Védelmet kérünk, védelmet és változást, Uram, a Jézus szent nevében, a Jézus Krisztus szent nevében. Ami nem beszendő holmi, ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, a Jézus szent nevében. Mi hittünk és szóltunk, és a gonosz szellem, amely zavarja az életünket, a körülményeinket, Úr Jézus Krisztus, meg van törve, meg van kötve a Jézus szent nevében. Elvettük a gyógyulást, a bőséget, az áldást, megkötöttük az országunk felett a gonosz tervét, a rossz híreket, a halált, a hürgést, a gonosz tervét. Előszólítottuk a munkákat, a lehetőségeket a Jézus szent nevében. Mi hittünk és szólunk, Uram, szólunk, hogy mindent a javunkra fordítasz. Mi, Uram, legyünk olyan, mint a hegyen épített város, vagy a tengeren, drága Úr Jézus Krisztus, az, ami ott világít, az a gyönyörű világító torony. Sok megtévedett, eltévelyegett ember van, sok arrogáns ember van, sok a hitét vesztett ember van, drága Úr Jézus Krisztus, hálát adunk, hálát és dicséretet, drága Úr Jézus Krisztus, szüntelen imádkozunk, és veled vagyunk, Uram, mi azért váltunk imássá, mert Uram, valami oda szegezett, oda kötelezett mellét és hozzád. Volt bennünk egy belső éhség és kívánság. Áldott legyen a szent neved. Uram, mi rád találtunk csodálatosan, és mi megtartjuk ezt a hitet, megtartjuk a szeretetet, hálát adunk, és mindenki, akinek ma volt imakérése, a Jóisten hallgassa meg, köszönjük, Úr Jézus Krisztus, ma meghajlunk előtted, hatalmas éhség van bennünk, és felszabadítunk mindenkit, minden nehézségből, betegségből, gyengeségből, az országunkat is ebből a állandó nehézségből és megfélemlítésekből. Hálát adunk, hálát és dicséretet. Porba, Uram, minden gonosszal, hújjon a porba, hegyeket elmozdítsuk, ugorjon a tengerbe, a szívünkben nem kételkedünk, hanem hisszük, hogy az nekünk megvan, dicsőség legyen Istennek. Hálát adunk, hálát, hálát. Köszönjük, Uram, a mai napot. Hálát adunk és dicséretet. Szívben van gyógyító kenet. És a fejbe, el van nehezülve a fej, és a gonosz munkája megtört, az imakör felett, a családunk felett, az életünk felett, a szomszédok felett, az egész országunk felett, a népek, a nemzetek felett, a gonosz terve nem jöhet valóságba, de Uram Istenem, adj mindenkinek bölcsességet, rálátást, hogy neki mibe kell megváltozni, hogy ő is építse Isten királyságát. Dicsőség Istennek, mert ez elkezdődött.
elkezdődött velünk, Uram, és ennek ömpölyögni kell, mint a görög tűznek, és mennünk kell, és vinni kell tovább a hitet, a tüzet, a drága Úr Jézus Krisztus erejében, a Jézus szent nevében. Köszönjük, Uram, felszabadítottuk a munkákat, a lehetőségeket, felszabadítottuk az erőt a Jézus nevében, a ti életetekben, a mi életünkben, a gyerekeink életében. Előszólítottuk a legjobb munkát, az anyagiakat, a helyreállítást, az Úr megperli a perünket, és győzelmet hoz nekünk elő, dicsőség Istennek. Halleluja, halleluja. Úr Jézus, áldjon ma benneteket. Különben itt most kezd leszállni a gyógyító kene, a gerincbe van. Dicsőség Istennek, a szívben nagyon erőteljes, a szívben, és torokban van gyógyító ajándék, úgyhogy vegyétek el, dicsőség Istennek, gerinc, láb, térd, itt a gyógyító kene. Halleluja, 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 vegyétek el. Isten áldása legyen rajtatok. Amen, amen.